az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvérek, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Úrnak szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Istenünk, te megmutatod igazságot, fényét a tévelygőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítjuk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökön öröki. Amen. Olvasmány Ámosz proféta könyvéből. Amacia, Bétel papja, ezt mondta Ámosznak. Látnok,
menj el innen, menekülj oda a földjére, Júda földjére, ott edd a kenyeredet, és ott profétálj. Bételben többé ne profétálj, mert királyi szentély ez, és a királyság temploma. Ámosz így felelt Amaciának. Nem vagyok én proféta, sem profétának fia, pásztor vagyok, és fügét termesztek. Az Úr azonban elhívott a nyáj mellől. Azt mondta nekem az Úr, menj, profétálj népemnek, Izraelnek. Ez az Isten igéje, Istennek legyen hála. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, áldott legyen az Isten, Úrunk Jézus Krisztus Atya, aki lelkének minden mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Ő benne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek, és fedhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk. És magasztaljuk fősséges kegyelmét, amellyel szeretett fiában jóságosan megajándékozott minket. Ő benne nyeltük el vére árán a megváltást, és bűneink bocsánatát, bőséges kegyelme folytán, amelyet teljes bölcsességében és megértésben gazdagon árasztott ránk. Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervet, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben, egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Ez az Isten igéje, Istennek legyen hála. Alleluja, alleluja, alleluja.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus magához hívta a 12-t, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot, sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vigyenek magukra. Azután így folytatta. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamelyik helyiségben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, és még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonságul ellenük. Azok elmentek, és hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak. Ezek az evangélium igéi. Hogy tessék, már ezen olvasmány sorozat már múlt vasárnap el is kezdődött, és már ott a Ezekiel prófétának a meghívása volt akkor az olvasmányból, hogy hogyan hívta meg és küldte, hogy hirdesse az evangélium, vagyis az Istennek az igéjét, a megtérést a nemzeteknek, nemzetének. Aztán most az Ámosz prófétának a meghívása az olvasmányban szerepelt. Utána hozzáteszi, amit most az efezusiaknak írt Szent Pál, hogy valójában ezen feladat az igének a meghirdetése, eleve a mi dolgunk, vagyis már előre meghatározott, vagy inkább az, hogy eleve Isten erre rendelt bennünket. És ezért, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte, vagyis hirdessük az ő jóságát. Hát ez nem véletlen, tehát azt akarja mondani, hogy mindakár múlt vasárnap annak az olvasmányából, Ezekiel prófétának a meghívásából, mint pedig most Ámosz prófétának a meghívásából, hogy ezek nem valami ilyen hirtelenségében támadt ilyen feladatokról van szó. Nem. Ezen prófétákat már az anyjuk méhében szinte meghívta őket. Igazán, hogy Ámosz proféta azt mondta, hogy ő hát ezzel erre nem készült, mert valójában ő függetelmeztő volt. De az Úr meghívta az állatok mellől és a földről, földjéről, függetelmeztéről, temesztéséről, és akkor feladatot adott neki, hogy hirdesse. A Szent Leckéből, az efezusiaknak írt leveléből Pál megnyugtatta bennünket. Nincs olyan dolog, ami véletlen. Vagyis az Isten mellett tanúságot tenni, mert nekünk nem valami véletlenség. Isten erre rendelt bennünket. Már a világteremtés, azt mondja, míg a világteremtése előtt eleve erre rendelt bennünket. Hogy mi az igéjének hirdetői vagyunk. Azt mondja, szentek, fedhetetlenek legyünk előtte. És így tanúságot tegyünk róla. Aztán az evangéliumból Jézus Krisztusnak a tanítványok elküldésével zárja le a mai olvasmányoknak a gondolatát. Nem csak meghívni, de el is küldi az illetőt, hogy feladatát vigye véghez. Tehát a meghívás meghívja az illetőt, aztán feladatot ad neki, és el is küldi.
Itt a Márk evangélista így írja, tehát azt mondja, hogy először, mikor meghívta őket, megerősítette őket hatalomnak a megadásával, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Miután megerősítette őket, azt mondja nekik, hogy akkor most már menjetek. Megparancsolta nekik, hogy menjetek, de meg is mondja, hogy milyen legyen annak az útnak a menete. Mi legyen a program, az evangéliumi útnak a hogyanja, hogy legyen. Tehát az, hogy ne vigyetek magatokat semmit. Menjetek, de mindenkinek hirdessétek az evangéliumot. De aztán hozzáteszi nekik, hogy lesznek olyan helyek, ahol nem fogadnak be benneteket. Ne keserítsen el benneteket, inkább az, hogy rázzátok le a port a lábatokról. Magyarul, mint ahogy Szent Pál már mondja, hogy vigyük az Istennek az ügyét, akár sikerrel, akár sikertelennel jár, menni kell, tenni kell. Azért hozza az evangélium, vagyis az egyház, ezen olvasmányoknak a részeit ilyen időben, mert most az évközi közepében vagyunk. Az évközi idő közepében vagyunk. Mikor már az embernek meg, hát éreznie kell, hogy most van mit tenni. Életünkkel hirdessük az evangéliumot. Tanúskodunk Krisztusról. Most van az az idő, mint ahogy most ez már egyesek aratnak, egyes veteményeket már aratják, de a veteménynek, vagy inkább az, hogy mezőgazdasági munkának a közepében vannak most, aztán dolgoznak. Ugyanígy az evangéliumnak a dolga is. Itt az idő. Kellő közepében az emberek között, rokonaink között, ismerőseink között éljük a hétköznapi életünket, évközi idő van. Hirdetjük az Isten igéjét, akár sikerrel, akár sikertelen. Lesznek olyanok, akik hát elfogadják az életmódunkat, életstílusunkat, hitünk megvallását, igaz mondásunkat, de lesznek olyanok, akik nem fogadják. Igyekezzünk, hogy tényleg valójában arra méltó életet éljünk. Pont ezért mondja Szent Pál, hogy azért előre már eleve lerendett bennünket, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte. Hogy méltóak legyünk hozzá is rá. De az nem zárja ki, hogy lesznek olyanok, akik nem fogadják. Semmi probléma, menjünk tovább. Rázzuk le a port lábunkról, vagyis hagyjuk az illetőt. Menjünk máshova, menjünk más valakihez. Mutassunk továbbra is példát az embereknek. Éljünk méltóan ahhoz, ami hivatáshoz, amelyet mit kaptunk, mint mondja Szent Pál. És itt kell éreznünk, mint Jézus Krisztus mondta a tanítványainak, nem kell ehhez semmi különlegességet. Nem kell hozzá különleges erő. Hogy valaki proféta, vagy inkább az, hogy ige hirdető legyen saját életével, saját hitvallásával, ahhoz nem kell különösképpen, hogy pappá szentelődjön. Nem kell hozzá különleges karizma. Nem kell hozzá, úgymond, különleges elhivatottság. Keresztények vagyunk. És ezért mindannyian már a megkeresztelkedésünkkor meghívást kaptunk. Meghívott bennünket, megerősített minket. El is küldött, hogy az ő igéjét hirdessük. És biztatja bennünket arra, hogy valójában ez nem véletlen. Tehát az, hogy mi választottunk ezt az életmódot, hogy keresztények vagyunk, az nem véletlen. Ő eleve belénk oltotta az iránta való szeretetet, az iránta való, úgymond, kívánságot, de inkább az, hogy követést. És ezért vagyunk itt. Ezért járjuk templomba, gyakoroljuk a hitünket, gyakoroljuk a szentségeket, és látjuk bennük valami értelmet, amit más valaki nem lát. Azért nem látja, mert nem fogja felfogni. Ő nem kapta meg azt, amit mi megkaptunk.
Bennünket eleve, mondja Szent Pál, már elrendelt, hogy ilyen életet éljünk. Hát akkor éljünk méltón ehhez a hivatáshoz. És amikor mi igyekszünk ezúton maradni, és életünket tanúságot tenni Krisztusról, akkor számítsunk ám arra, hogy nem mindenkinek lesz kedvező, elfogadható, nem mindenki fog majd prátolni, és nem minden fogja majd nekünk kipipálni, hogy ez tényleg helyes. Nem is kell vele foglalkozni. Tegyünk, amit mi tudunk tenni. Hirdessük az Isten igéjét életünkkel. Hatalmat kaptunk. Azt mondja, hatalmat adva nekik a gonosz lelkek felett. Az ördögök felett. Hát ez mit jelent valójában? Természetesen mai napon nem fogjuk látni annyira ilyen ördögtől megszállottakat, hát valami zavargást okozna a városban. Nem. De mi az az ördögtől megszállott, ami nagyobb, mint a világ, ahol mi élünk? Ahol már tényleg a jó rosszul fordul, és ahol az igazak szenvednek, ahol Istent megvetik, ahol az erkölcsöt felfordítják, ahol a hitet elutasítják, ahol az gazdagodik, annak jó megy a sorosa, aki valójában gonosz, és tudja is fontosan, hogy rossz úton van. Ahol az igaz emberek, igen, szenvednek. És ahol megvetik valójában az keresztény erkölcsöt. Miféle ördögtől megszállottakat várunk még? E felett vagyunk. Azt mondja, hatalmat adott nekik, hogy az ördög azaz fölött legyenek. Tehát e fajta élet, e fajta világ, ideológia, e fajta életstílus, e fajta világ fölött vagyunk. Erre adott nekünk hatalmat. Mutassunk meg példát, hogyan kell ebben a világban élni. Egy ilyen társadalomban hogyan kell élni. Hogyan kell példát emellett a gondok, vagy ezek mellett a gondok mellett, elküstelenségek, de borzadályok mellett még mindig úgy élni, mint Krisztusnak a meghívottai. Ezt a hatalmat kaptunk, hogy ne is lássuk benne valami elcsüggedést, hanem inkább a folytatást, az erőt. És utána azt mondja, hogy nem kell vinnünk semmit sem magunkkal. Elég neked az én kegyelmem. Elég neked az én kegyelmem, mondja az Isten. Elég az, hogy mi elfogadjuk, hogy így vagyunk teremtve. Erre vagyunk rendelve, és így választotta bennünket az Isten. Hát akkor mai napon kérjük Jézus Krisztust, aki hatalmat adott nekünk, hogy még a betegségeket is gyógyítsuk, mert azt mondja a végén, hogy ők mentek, és hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Ezt az életünkkel kell megtennünk. Szavainkkal kell bizonyítani, fejtegetni, és igazolni, de az emberek között kell ezt megvalósítani. Az, hogy sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok betegséget meggyógyítottak. Ezekre kaptunk hatalmat. Nem kevés dolog, nem kis probléma, nem kis gond, nagy problémáról van szó, nagy feladatról van szó, de erőt adott hozzá. És ezeket mindig apróra kell váltani. Nem mint annó, mert ugye hát az orvosaink megteszik, úgymond, olyan fizikai, anatómiai problémákat meggyógyítják. Egészségügyi gondokat megoldják. De azon világról van szó, beteges világról van szó, amely, ahol mi élünk. És ha a világ beteg, akkor maga a társadalom is beteg. Mert miért is? Eleve a család beteg. Mert a család szőte magát a társadalmat. És ha a társadalom és a család beteg, a család betegek, akkor mivel az egyház a társadalomtól származik,
és az egyház közvetlenül a családból származik, mert hiszen a család az általános egyház, akkor ezért közvetlenül, vagyis közvetett módon az egyház is beteg. De ezeket mind nekünk kell meggyógyítani. Ehhez van nekünk hatalmunk. Vannak eszközök, az pedig Istennek a kegyelme. Nem fizikai eszköz. Mert hiszen azt mondta, hogy ne is vigyétek magatokkal semmit. Se tarisznyát, se csak egyetlen egy dolgot vigyétek, csak vándorbotot. De más ne vigyétek magatokkal. Elég lesz nektek az én kegyelmem. Tehát itt lássuk és kérjük Jézus Krisztust, hogy mivel az igazsága, mivel az ő hatalma, mivel az ő kegyelme elegendő ehhez a munkához, amelyre ő bennünket küld, akkor mi is már ráálltunk erre az útra. Segítsen és erősítsen meg. Amint ő megerősítette kegyelmével, hatalommal az akkori tanítványait, és valójában azok mind teljesítettek a tőle kapott küldetést, az ő erejével mi is kérnénk, ha már hasonlóképpen meghívott bennünket, akkor erősítse meg bennünket is kegyelmével, hatalmával. Szeretnénk indulni, szeretnénk dolgozni, szeretnénk igéjét hirdetni. De azt tudjuk, hogy amint ő, és bízunk benne, amint ő meghívott bennünket, a munkára való eszközöket, az erőt is megadja. Mivel megígérte, hogy biztosítani fog ilyeneket, mindent, akkor ebben bízunk, és arra kérjük Jézus Krisztust, erősítse meg lelkünket, mint akkoriban a tanítványok lelkét. Amen. Álljunk fel, és valljuk meg hitünket, hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el idéni élőkért kis holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, imádkozunk, hogy Isten országának öröm híre elterjedjen az egész világon. Add, Úrunk, hogy szent igédet mindig készséges szívvel fogadja az egész emberiség. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd azokat, akiket Szent Fiad meghívott szolgálatára, hogy önzetlenül töltsék be apostoli küldetésüket. Kérünk téged, hallgass meg. Ébresz elegendő számban hivatásokat az ige hirdetésre, magasztos feladatára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kezdj föl közömbösé vád embertársainkban az érdeklődést az evangélium iránt. Kérünk téged, hallgass meg. Tedd gyümölcsözővé kegyelmeddel a hivatás munkáját hazánkban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jóságos Atyánk, te fiad által az apostolokra bíztad szent hitünk teljesztését. Adj kérünk, hogy kinyilatkoztatott tanításodat mindig készséggel fogadjunk, és áldozatos apostoli lelkülettel hirdessük Krisztus a mi Úrunk által. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogadj szívesen könyörögő egyházad áldozati adományait, és add, hogy életünk megszentelésére részesedjünk belőlük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hozzul legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert benned élünk, mozgunk és vagyunk, és fődi életünkben nem csak jóságodat tapasztaljuk napról napra, hanem megkaptuk tőled az örök élet zálogát. A Szentlélek ugyanis, aki életre keltette a halálból Jézust, már elkezdte isteni működését lelkünkben, így reméljük, hogy a húsvét szent titkában állandóan részesít minket. És ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Uram Istenem, dicsőséged betöltél a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, rádod, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd el a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott. Megtölte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatig. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, haláladat hirdetjük, Úrunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösségi kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltottál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Úrunk, egyháza sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon,
hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részese lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljon téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ővel és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökön örökké. Amen. Üdvözítő parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a szabadíts meg, kérünk, Úrunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjaimban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Úrunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Kélsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a szeretettel. Köszöntsétek egymást a béke elével. Legyen békességi köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékunkba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem, Krisztus teste.
részesültünk ajándékaidban, Istenünk, kérve kérünk, hogy valahányszor bemutatjuk ezt az áldozatot, növekedj bennünk üdvösségszerző kegyelmed, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.